rengetegen voltak kíváncsiak a tolnai templomban tartott érseki misére. A nem mindennapi ceremóniát Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek celebrálta. 250 éve, amikor az egyházi épület elkészült, szintén az akkori bácsisági egyházi elöljáró szentelte fel. Mindenképpen örvendetes az a 250 év, hogy ezt megélhettük. Én azzal a gondolattal zártam, hogy reméljük, hogy nem csak múltunk van, hanem jövőnk is. Pilinszkinek van egy mondása, a múlt a mi reményünk. Tehát, hogyha Isten megőrzött bennünket így hosszú ideig, akkor remélhetjük azt, hogy továbbra is velünk lesz gondviselése. Hát ezt jelenti, hogy tetszett kérdezni számomra a 250 éves templom jubileum. Tolnán szép számú katolikus közösség él, akik szerves részei a város pezsgő közösségi és kulturális életének. Közöttük voltak, akik a templom mostani belső felújítását is támogatták. Zsinka János például saját állványainak ingyenes kölcsönadásával segítette a munkálatokat. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam. Volt nagyon csúlya balesetem, és akkor is a Jóistenre imádkoztam, hogy gyógyítson meg, mert én nekem fel kell épülnöm, én nekem még ebben a világban még dolgom van. Ravasz Csaba helyi plébánosa a mise után arról beszél stábunknak, fontos volt a felújítás, mert a templom falai között nap mint nap aktív közösségi élet zajlik. Ha meg is újítunk egy templomot, mindig nagy kérdés, hogy kinek, mert ha kikopik a hit, az élő hit, akkor hiába vannak szép falaink. Hál' Istennek sok munkatársammal tudtunk most készülni erre a jubileumra. Azért voltak előmunkálatok, nem kevés, de sokan voltunk, és csak keveset kellett kinek-kinek ebből beleadnia. A 250 éves tolnai templom tehát felújított belsővel várja a híveket.